34 igen, 270 nem, 11 tartózkodással nem kapott többséget a javaslat. Az ajánlás 20. pontjában Bödes Barna, 18. paragrafusban a könyvvizsgálói kamarai törvény 9. paragrafus 5. bekezdésében szereplő szolgáltatási díj csökkentését javasolja. Jobbik kérésre szavazunk, kérem szavazzanak most. Tizenhárom igen, 205 nulla tartózkodással nem ment át a javaslat. Az ajánlás 24. pontjában Rogán Antal, a Magyar Fejlesztési Bank részvénytársaságról, valamint a 2011. évi költségvetési törvényt módosítja. A gazdasági bizottság támogatja, a többi bizottság nem támogatja. Kérem szavazzanak most! 238 igen, 84 nem, nulla tartózkodással átment a javaslat. Tisztelt Országgyűlés, határozathozatalunk végére értünk. Megkérdezem, tud-e valaki olyan javaslatról, melyről kellett volna, de nem döntött az Országgyűlés? Nem, akkor a zárószavazásra jövő heti ülésünkön kerül sor. Tisztelt Országgyűlés, soron következik a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztés T/ 3359-es számon, a bizottságok ajánlásait per T/ 3359/23-as és 25-ös számon kapták készhez. Az államtitkári zászló a részletes vita lezárását követően már elhangzott, most határozathozatalok következnek. Az ajánlás 3-as, 4-es, 5-ös, 10-es, 11-es, 12-es, 13-as, 19-es, 20-as, 21-es, 24-es pontjában szereplő javaslatok nem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást. Szintén nem kapták meg a bizottsági támogatást az ajánlás 2., 7., 16., 18., 23., 25., 26. pontjai sem, de ezekről a frakciók szavazást kértek. Tájékoztatom önöket, hogy az előterjesztő az ajánlás 1, 6, 8, 9, 14, 15, 17-es pontjait támogatja. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a támogatott módosító javaslatokat? Kérdezem. 277 igen, 44 nem, nulla tartózkodással átment a javaslat. Tisztelt Országgyűlés, bizottsági állásfoglalásra és frakciókérésre figyelemmel további indítványokról is döntünk. Az ajánlás 2. pontjában Berta Szilvia a 2. paragrafus 2. bekezdését új ponttal egészíti ki, amelyben azt kezdeményezi, hogy a tanács munkájában két miniszter is vegyen részt. Az ajánlás 7. pontjában ennek alternatíváját terjeszti elő a 4. paragrafus 1. bekezdésének módosításával. Először a 7-es pontról döntünk, amiről a Jobbik kért a szavazást, kérem szavazzanak most. 64 igen, 259 nem, nulla tartózkodással a javaslat nem kapott többséget. Most az ajánlás 2. pontját teszem fel szavazásra, szintén a Jobbik kérés alapján. Kérem szavazzanak most. 67 igen, 245 nem, 11 tartózkodás nem kapott a javaslat többséget. Az ajánlás 16. pontjában Berta Szilvia a 7. paragrafus kiegészítésével a munkaügyi albizottság létrehozását kezdeményezi. Jobbik kérésre szavazunk, kérem szavazzanak most. 34 igen, 277 nem, 11 tartózkodással nem kapott többséget. Az ajánlás 18. pontjában Kaufer Virág és mások a 11. paragrafus elhagyását kezdeményezik. Ezek a rendelkezések az Országos Érdekegyeztető Tanács jogkörét a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsra ruházzák át. A javaslat összefügg a 25. ponttal, így ezekről együtt döntünk. Az indítvány elfogadása kizárja az ajánlás 26. pontját, az LMP kérésére szavazzunk most. 13 igen, 274 nem, 34 tartózkodás nem kapott többséget. Az ajánlás 26. pontjában Gurnándor és mások
a 13. paragrafus A pontjának elhagyását kezdeményezik, amely az OÉT-ről szóló törvény és annak végrehajtásáról szóló rendelet hatályon kívüli helyezését tartalmazza. Az MSZP kérésére szavazunk most. -245 nem kapott többséget. Az ajánlás 22. pontjában Kaufer Virág és mások a 12. paragrafus második bekezdésében, a munkatörvénykönyve 16. paragrafus első bekezdésében szereplő kormány felhatalmazása elhagyását javasolják, bizottságok nem támogatják. És önök? Kérem, szavaznak most. -243 nem kapott többséget. Az ajánlás 23. pontjában Kaufer Virág és mások a 12. paragrafus 3-tól 5 bekezdésének elhagyását javasolja. Ezek a szakképzési törvényben és a TB felügyeleti törvényben határozzák meg a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács egyes feladatait. Az LMP kérésére szavazunk, kérem szavazzanak most. -276 nem kapott többséget. A kiegészítő ajánlás első pontját előterjesztője visszavonta. Tisztelt Országgyűlés, határozathozatalunk végére értünk, zárószavazásra jövő heti ülésünkön kerül sor. Vegyél levegőt és az egészet kicseréljük. Köszönöm. Soron következik a mentelmi ügyek megtárgyalása. A Mentelmi Bizottság H/3627-es számú javaslatában indítványozza, hogy a legfőbb ügyész megkeresésével érintett ügyben az Országgyűlés Zagyva György Gyula országgyűlési képviselő mentelmi jogát függessze fel. Megadom a szót Szabó Gábor úrnak, aki a bizottság ajánlását, javaslatát szóban is megkívánja indokolni. Szabó Gábor úr. Köszönöm a szót, tisztelt ház! A legfőbb ügyész az Országgyűlés elnökéhez intézett átiratában indítványozta Zagyva György Gyula országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését, mivel ellene a központi nyomozó főügyészség vádemelése alapján folyik büntető eljárás, amely a Hetek című újság két újságírójának magánindítványa alapján indult. Zagyva György Gyula országgyűlési képviselő egy június 20-án kelt országos sajtóközleményben, és a június 21-i mentelmi bizottsági ülésen személyesen megjelenve, és azzal a kéréssel fordult a mentelmi összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottsághoz, hogy a vele szemben indult eljárás miatt a mentelmi jogát szíveskedjen az országgyűlés felfüggeszteni. Elmondása szerint tiszta lelkiismerettel áll a nyomozó hatóság és a bíróság rendelkezésére, és biztos a felmentésében, mert állítása szerint a terhére rót cselekményeket nem követte el. Emellett álláspontja szerint elfogadhatatlan az a gyakorlat, hogy egyes országgyűlési képviselők rendszeresen a mentelmi jog intézménye mögé bújnak, és ezzel a saját mentelmi jogának felfüggesztésének kérésével is szeretne jó példával a többi képviselő előtt járni, mondta el Zagyva György Gyula a mentelmi bizottság ülésén. A mentelmi bizottság a közvádas ügyekben szinte kivétel nélkül mindig a mentelmi jog felfüggesztését javasolja közvádas ügyekben, leszámítva azokat a kivételeket, amikor valamely homályos érvelés mégis megtörik ezt a töretlennek nevezett gyakorlatot. Ebben az esetben a mentelmi bizottság és az érintett jobbikos országgyűlési képviselő szerint is azt szolgálja az országgyűlés tekintélyének megóvását, és az érintett képviselő érdeke is egyértelműen azt kívánja, hogy a gyanú megalapozottsága vagy alaptalansága az erre hivatott igazságszolgáltatási szervek előtti eljárásban tisztázódjék. Mindezek alapján az a mentelmi bizottság, amely egy hét alatt képes volt Zagyva György Gyula ügyében döntést hozni, de Gyurcsány Ferenc ügyében már két hónapja nem képes meghozni az érdemi döntést. Most ez a mentelmi bizottság egyhangúan, 8 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül azt javasolja az országgyűlésnek, hogy Zagyva György Gyula országgyűlési képviselő mentelmi jogát az adott ügyben függessze föl. Köszönöm a figyelmet! Megkérdezem Zagyva György Gyulát, kíván-e szólni? Képviselő úr, a szó. Köszönöm a szót. Láttam, hogy mennyire örül a kormánytösség annak, hogy a mentelmi jogomat nem sokára felfüggesztetheti. Mindenkit felszólítok arra, hogy nyomja meg az igen gombot, legyen felfüggesztve az a mentelmi jog.
Remélem, hogy lesz majd arra is alkalom, hogy fideszes képviselőnek fogják egyszer felfüggeszteni a mentelmi jogát. Egy dióhéjba elmondanám, hogy akkor mégis legalább tudják, hogy melyik ügyről van szó. Ugye a Magyar-szigeten történt hetekes újságírókkal történt incidens. Ugye ez az a két újságíró, aki annak a cionista biznisz szektának a tagjai, a hídgyülekezetének a tagjai, amit önök nem sokára ugye kiemelt közcélú egyházként fognak majd vegyezni. Ez a két újságíró, és egyébként amúgy szekta tag, megijedt attól, hogy az én kezemben egy karikás ostor volt a Magyar-szigeten, és utána telehazudták az egész sajtót. Egyébként amúgy ezen annyira nem vicces egyébként, szerintem, mert képviselő úré a szó. Nem vicces szerintem annyira, mert attól függetlenül, hogy én és több társam egyébként nemzeti radikális elveket vall, attól függetlenül minket is megilletnek bizonyos emberi jogok. Bizonyos emberi jogok, mint például az ártatlanság vélem, amit se a háztól nem kapta meg annak idején, se az LMP képviselőtől, se az egész magyar sajtótól. Mindenki készpénznek vette, hogy azokat a rágalmakat, amiket ránk szórtak a szektának a képviselői, azt mi elkövettük. Pár hónappal ezelőtt volt egy hasonló ügy, amiben szintén rágalmazott a sajtó, illetve az ellenoldal minket, hogy Dócon Szeged mellett kivonultunk egy cigánybűnöző tanyájához. Az egész magyar sajtó, illetve az egész magyar politika végigrágalmazott engem is, ugye 30 társamat, és láss csodát, a rendőrség megszüntette az eljárást, el se jutott a mentelmi ügy ide a házhoz, mert nem kellett neki, mert megszüntette az eljárást a rendőrség. Úgy gondolom, hogy ha az ügyészség és a rendőrség egy picit határozottabb lett volna ebbe az ügyben, most ebbe a hetekes ügyben, akkor nem kellett volna egy évet várni arra, hogy kiadják a mentelmi jogomat, és az ügyészség majd eldöntse, hogy eleve meg tudjanak hallgatni, és eldöntse, hogy ebben az ügyben mi legyen. Egy évig húzták, már régen túl szeretnék rajta lenni. Nyilván azt azért elmondom, hogy amint ebből az ügyből kikeveredek, mert kifogok, ezt majd látom a cinikus mosolyokat, nyilván kifogok, nyilván szeretnék, hogy úgy járjak, mint a Samu Tamás Gergő, nem fogok. Amint kifogok, akkor annyit szeretnék elmondani, hogy Dorosz Dávidtól egy minimális bocsánatkérést majd kérnék. Köszönöm. És ja, függesszék fel a mentelmi jogomat. Örömmel. Tisztelt Országgyűlés! Határozathozatal következik, kérdezem az országgyűlést, felfüggeszti-e Zagyva Györgyül a országgyűlési képviselő mentelmi jogát, kérem szavazzanak most. Hm. 308 igen, 2 nem, 2 tartózkodással felfüggesztette a mentelmi jogot az országgyűlés. Tisztelt Országgyűlés, a Mentelmi Bizottság H/3628-as számú javaslatában indítványozza, hogy a Tatabányai Városi Bíróság megkeresésével érintett ügyben az Országgyűlés Bencsik János országgyűlési képviselő mentelmi jogát ne függessze fel. A H/3629-es számú indítványában szintén a Tatabányai Városi Bíróság megkeresésére ugyanebben az ügyben azt kezdeményezte, hogy az Országgyűlés Schmidt Csaba mentelmi jogát se függessze fel. A két indítvány tárgyalására összevontan kerül sor, de a mentelmi jog felfüggesztéséről külön-külön határozunk. Megadom a szót Németh Szilárd István úrnak, aki a bizottság javaslatait szóban is megkívánja indokolni. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt Országgyűlés! A Tatabányai Városi Bíróság megkeresésében kérte az országgyűlés állásfoglalását Bencsik János és Schmidt Csaba országgyűlési képviselő urak mentelmi joga felfüggesztésének tárgyában, mivel ellenük Molnár Gábor feljelentést tett rágalmazás vétsége miatt. A feljelentés szerint a Városunk Tatabánya közéleti újság 2010 áprilisi kiadványában Mire készül Molnár Gábor képviselő úr című cikkében tartalmilag visszaéltek a feljelentő különleges személyi adataival, és őt megrágalmazták. A megjelenés jóváhagyása Bencsik János és Schmidt Csaba támogatásával történt. A bizottság július 21-én az ülésén megtárgyalta ezt az ügyet is,
és mivel itt magánvádas eljárásról van szó, ezért azt javasolja az adott ügyben a tisztelt országgyűlésnek, hogy Bencsik János és Schmidt Csaba országgyűlési képviselő urak mentelmi jogát ne függessze fel. Köszönöm szépen, elnök úr! Megkérdezem Bencsik János képviselőt, hogy kíván-e szólni az ügyben? Úgy látom, nem. Schmidt Csaba képviselő úr kíván-e szólni? Nem. Ebben az esetben szavazunk. Határozathozatal elsőként megkérdezem, hogy felfüggesztik-e Bencsik János képviselő úr mentelmi jogát. Kérem, szavazzanak most. Egy tartózkodással nem függesztették fel a mentelmi jogot. Megkérdezem, felfüggesztik-e Schmidt Csaba országgyűlési képviselő mentelmi jogát? Kérem, szavazzanak most. Kimondom a határozatot. 37 igen, 279 nem. Egy tartózkodással nem függesztették fel a mentelmi jogot. Tisztelt Országgyűlés, a Mentelmi Bizottság H. per 3630-as számú javaslatában indítványozza, hogy az Esztergomi Városi Bíróság megkeresésével érintett ügyben az Országgyűlés Meggyes Tamás országgyűlési képviselő mentelmi jogát ne függessze fel. A bizottság a H. per 3631-es számú javaslatában szintén azt indítványozta, hogy a képviselő mentelmi jogát a Győri Városi Bíróság megkeresésével érintett ügyben se függessze fel az Országgyűlés. A két javaslatot együttesen tárgyaljuk meg, határozathozatalra mindkét ügyben külön-külön kerül sor. Megadom a szót Németh Szilárd István úrnak a bizottsági javaslat szóbeli indoklására. Szépen, elnök úr! Tisztelt Országgyűlés! Mind a két ügyben szeretném ismertetni a bíróság megkeresését. Az egyik ügyben az Esztergomi, a másikban pedig a Győri Városi Bíróság. Az egyikben Misznéder János esztergomi lakos feljelentése alapján rágalmazás vétsége miatt, a másikban szintén rágalmazás vétsége miatt Cserép János esztergomi lakos feljelentése alapján indult eljárás. Az egyikben a feljelentés szerint Meggyes Tamás több médiában 2009. október 16-án és november 1-én azt állította, hogy Misznéder János felgyújtotta a házát, míg a másik szerint 2010. október 16-dik napján Esztergomban tartott szimpátia tüntetésen ismeretlen elkövetők Szeretengom élt 3 évet, Esztergom sírásói és fehér gallérosok felirattal a feljelentő képmását is tartalmazó transzparenseket tartottak. Szerintem ez nem annyira mulatságos. A feljelentés szerint a szimpátia tüntetésen Meggyes Tamás feljelentett a feljelentő személyes tekintetében rágalmazó kijelentéseket tartalmazó beszédet tartott, amelyet az Esztergomi Televízió Kft. 2009. október 18-dik napján 19 óra 10 perckor sugárzott a Nap eseménye című adásában, majd a Hídlap című időszakú kiadvány 2009. október 24-dik napján megjelent számában Esztergomi Hullámvasút címmel megjelent írásában is közzétett. A mentelmi bizottság szintén nem vizsgálta a cselekménybüntetőjogi, nem foglalkozott a cselekménybüntetőjogi értékelésével, megtárgyalta mindkét ügyet, és mindkét ügyben 6 igen, 2 nem szavazattal azt javasolja a tisztelt országgyűlésnek, hogy Meggyes Tamás országgyűlési képviselő jogát, mivel ezek magánvádas indítványok, ne függessze fel. Köszönöm szépen, elnök úr! Megkérdezem, Meggyes Tamás kíván-e szólni? Nem látom, hogy bejelentkezne. Akkor határozat hozatalra kerül sor. Megkérdezem elsőként, felfüggeszti-e az országgyűlés Meggyes Tamás országgyűlési képviselő mentelmi jogát a H. per 3630-as számú ügyben? Kérem, szavazzanak most. Öt tartózkodással nem függesztették fel. Kérdezem a tisztelt országgyűlés, hogy felfüggeszti-e Meggyes Tamás országgyűlési képviselő mentelmi jogát a H. per 3631-es számú ügyben. Kérem, szavazzanak. Négy tartózkodással nem függesztették fel.
Tisztelt Országgyűlés! A Mentelmi Bizottság H/3632-es számú javaslatában indítványozza, hogy a Pesti Központi Kerületi Bíróság megkeresésével érintett ügyben az Országgyűlés Németh Szilárd István országgyűlési képviselő mentelmi jogát ne függessze fel. Megadom a szót Rubovszky György elnök úrnak, bizottság javaslatának ismertetésére. Köszönöm a szót, elnök úr! Tisztelt Országgyűlés! A Pesti Központi Kerületi Bíróság indítványozta, hogy az Országgyűlés döntsön Németh Szilárd István képviselő úr mentelmi ügye tekintetében. A feljelentés szerint 2009. november 27-én az ATV reggeli műsorában tett Németh Szilárd István képviselő úr rágalmazó kijelentéseket. Ez a feljelentés tárgya. Németh Szilárd képviselő úr a Mentelmi Bizottság előtt is emlékeztette a bizottságot arról, hogy az adott feljelentő már több alkalommal tett ellene feljelentést. Dr. Gulyás Gábor valóban több alkalommal tett feljelentést. Akkor is az volt a tisztelt Országgyűlés álláspontja és a Mentelmi Bizottságé is, hogy magánvádas ügyben a mentelmi jog felfüggesztését nem javasoljuk. Most is azt indítványozzuk, hogy az adott ügybe az Országgyűlés Németh Szilárd István képviselő úr mentelmi jogát ne függessze fel. Köszönöm szépen. Képviselő úr, kíván-e szólni? Nem. Határozathozattal következik. Megkérdezem az Országgyűlést, felfüggeszti-e Németh Szilárd István országgyűlési képviselő mentelmi jogát? Kérem, szavazzanak most. -43 igen, 268 nem, nulla tartózkodással nem függesztették fel a mentelmi jogot. Tisztelt Országgyűlés, a Mentelmi Bizottság H/3633 és H/3634-es számú javaslataiban indítványozza, hogy a Debreceni Városi Bíróság megkeresésével érintett ügyekben az Országgyűlés Rubi Gergely képviselő mentelmi jogát ne függessze fel. A két javaslatot összevontan tárgyaljuk, határozathozatalra külön-külön kerül sor, megadom a szót Németh Szilárd István úrnak bizottság javaslat ismertetésére. Köszönöm szépen. Két ügyről van megint szó. Mind a kettő a Debreceni Városi Bíróság megkeresésére érkezett a parlamenthez, és mind a két ügyet megtárgyalta az Országgyűlés Mentelmi Bizottsága. Az egyikben a feljelentő Lendvai Bátor Zsolt hajdúhatházi lakos becsületsértés, a másikban pedig Tóth Attila Hajdú-Bihar megyei polgárőr szövetség elnöke tett feljelentést rágalmazás vétsége miatt Rubi Gergely országgyűlési képviselő úr ellen. Az előzőben a következő a tényállás. 2010. december 30-án a hajdúhatházi MÁV állomás területén Lendvai Bátor Zsolt az Út a munkába program keretében megalakult városőrség feladatkörét látta el társával, mikor megjelent a helyszínen Rubi Gergely és a Szebb Jövőért polgárőrség egyes tagjaival és a feljelentő becsületének csorbítására alkalmas kifejezésekkel illette, illetve kézzel két alkalommal meglökte. A feljelentést a hajdúhatházi rendőrkapitányság megküldte a központi nyomozó főügyészségnek tekintettel arra, hogy Rubi Gergely országgyűlési képviselő. Az ügyiratai alapján megállapították, hogy a magánvádas becsületsértés vétségen túlmenően nem állapítható meg közvádas eljárás hatálya alá tartozó bűncselekménynek a gyanúja, ezért az iratokat a magánvádas eljárás lefolytatására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Debreceni Városi Bíróságnak küldték meg azzal, hogy az ügyben a vád képviselet átvételét nem tartották indokoltnak. A Mentelmi Bizottság ülésén megjelent Rubi Gergely képviselő úr, és kérte a mentelmi jogának a felfüggesztését. Ennek ellenére a Mentelmi Bizottság, mivel magánvádas ügyről van szó, az eddigi gyakorlatot követve azt javasolja 6 igen, 1 nem, 1 tartózkodás mellett a tisztelt Országgyűlésnek, hogy az adott ügyben ne függessze fel a képviselő úr mentelmi jogát. A másik ügyben a tényállás a következő. Rubi Gergely országgyűlési képviselő a Hajdú-Bihari Napló 2011. 3. hó 17. számában az alábbi nyilatkozatot tette. Azért hoztuk létre az Egyesületet, mert az Országos Polgárőr Szövetség helyi szervezete nem fektetett elegendő energiát a munkába,
A polgárőrök nem nagyon mertek fellépni a bűnök elkövetők ellen, beérték azzal, hogy délutántól estig pár órát kint voltak, majd hazamentek lefeküdni. Hozzátette, a megyei polgárőr szövetség tavaly megkereste őket azzal, hogy lépjenek be hozzájuk, de mivel úgy látják, évek óta nem csinálnak semmit, a lehetőséget elutasították. Fenti állítások mellett, hogy teljességgel megalapozatlanok, alkalmasak a Hajdú-Bihar megyei polgárőr szövetség, illetve a tagjai becsületének csorbítására. Mivel magánvádas ügyről van szó, ezért itt is azt javasolja a tisztelt országgyűlésnek, Rubi Gergely új országgyűlési képviselő ellenkező kérésével ellentétben a bizottság 6-1 tartózkodás mellett, hogy az adott ügyben a képviselő úr mentelmi jogát ne függessze fel. Köszönöm, elnök úr. Megkérdezem képviselőt, hogy igen, Rubi Gergely a szó. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés. Lendvai Bátor Zsoltot, még tavaly Lakatos Bátor Zsoltnak hívták, korábban pedig Szilágyi Bátor Zsoltnak, és minden éven változtatja a nevét, hogy különböző bűnügyi nyilvántartásokból kikerüljön. Akkor a bűnösnöm, hogy felmerül a kérdés, hogy van egyáltalán becsülete, de természetesen szeretném a bíróságon is tisztázni magam, így kérem, függesszék fel a mentelmi jogomat. A másik ügyben pedig, amit elmondtam, az valóban így van, és ezt Tóth Attila közben írásba is adta nekem, hiszen ő azt írja, hogy 82 településen éves szinten több 10 milliós éves költségvetésből 41 elfogás és 39 tettennélésük volt. Ez Hajdú-Hatházban a Szebb Jövőért Polgárügyesület, ez 2 hónap alatt teljesíti ezt az eredményt, úgyhogy köszönöm szépen. És ebbe is kérem szépen a mentelmi jogok felfüggesztését. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy felfüggeszti-e Rubi Gergely országgyűlési képviselő mentelmi jogát a H/3633-as számú ügyben. Kérem, szavazzanak most! Egy tartózkodással felfüggesztette a mentelmi jogot a ház. Kérdezem, a tisztelt országgyűlést felfüggeszti-e Rubi Geiger országgyűlési képviselő mentelmi jogát a H/3634-es számügyben? Kérem, szavazzanak. Nulla tartózkodás mellett felfüggesztette a mentelmi jogot az országgyűlés. A mentelmi bizottság H/3635-ös számú javaslatában indítványozza, hogy a Debreceni Városi Bíróság megkeresésével érintett ügyben az országgyűlés Sesták Oszkár országgyűlési képviselő mentelmi jogát ne függessze fel. Rubovszky György elnök úr a szó, a bizottság javaslatát ismertetve. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt országgyűlés! A Debreceni Városi Bíróság kérte Sesták Oszkár országgyűlési képviselő mentelmi jogában való állásfoglalást. Sesták Oszkár ellen dr. Helmeci László tett feljelentést. A feljelentés lényege az, hogy Sesták Oszkár 2010. szeptember 29-én nagy nyilvánosság előtt olyan kijelentéseket tett, amely Helmeci László úgy fogalmaz, hogy különösen sérelmezem, hogy a szűrőmet kitették a Fideszből, továbbá ahova lépek, ott fű nem terem. Tisztelettel, ezen kijelentéseket a mentelmi bizottság úgy ítélte meg, hogy az ilyen feljelentés alkalmas a képviselői munka elleni zaklatása, ezért azt indítványozta a tisztelt országgyűlésnek, hogy Sesták Oszkár képviselő úr mentelmi jogát az adott ügybe ne függessze fel. Köszönöm szépen. Megkérdezem képviselőt, hogy kíván-e szólni? Nem. Határozathozatal következik. Megkérdezem az országgyűlést, felfüggeszti-e Sesták Oszkár mentelmi jogát? Kérem, szavazzanak most. Kettő tartózkodással nem függesztette fel a mentelmi jogot. Tisztelt országgyűlés, arra figyelembe, hogy a frakciók bizottsági tagcserékre nem tettek javaslatot, személydöntésekre nem kerül sor.
Határozatozatalunk végére értünk. Bocsánat, elnézést, a név szerintinek az eredményhirdetését meg kell tegyük. A jegyzők összeszámolták a név szerinti szavazatokat. Az országgyűlés az egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló T/34/14/20-as számoljálás 17., 23. és 26. pontjaira a következők szerint határozott javaslatsort 247 igen szavazattal, 90 nem ellenében tartózkodás nélkül az országgyűlés elfogadta. 2 perc technikai szünet után folytatjuk munkánkat.